Ma este ismét egy komédiát kapnak a szarvasiak, mert mégpedig két felvonásban, a címe pedig a Mamának így jó. Mit akar a mai előadás, és hogyan készültek itt a Szarvasi Vízi Színpadra? Hát az előadás az egy abszurd komédia. Senki nem az, aminek mutatja magát, meg aminek mondja magát, és ez szép folyamatosan az előadás alatt ki is derül, mert a Mamának így jó. Na, nem feltétlenül jó a Mamának, hogy minden kiderül, de már nem lehet megállítani. Mikor Monte Cristo bejön a színre, nem lehet megállítani az eseményeket, akkor dőlnek a dominók, és mindenkiről kiderül minden. És közben hát remélhetőleg harsány nevetés közepette. A vége azért nagyon, nagyon szép és lírai is, meg nagyon vidám. Miért ezt a produkciót hozták ide a Szarvasi Vízi Színpadra, illetve mi jó a Mamának? Hát az nyilvánvaló, hogy egy ilyen nyári estén egy vígjátékot kell produkálni a nézőknek, és mi ezt hát bizony már elég régóta játsszuk a színházban, és hát elég jeles szereposztással, és ez úgy adta magát, ez olyan nyilvánvaló volt a számunkra, hogy ezt fogjuk hozni, ezt fogjuk játszani, és egyébként ezzel már voltunk több helyen tájon, és ez úgy olajozottabban működik már a szállítás, a összerakás és a színészek leutazása is. Egyébként pedig ez egy, hát mit mondjak, ez egy ideális helyszín egy ilyen mediterrán komédiához. Én régen, amikor jöttem itt át a hídon, mindig ide felé néztem, és annyira elgondoltam, hogy egyszer nagyon jó lenne itt nyáron egy ilyen esti játékot létrehozni, és hát ez most sikerült, remélhetőleg ebből egy nagy sikerű előadás lesz. Igen, még az előadás előtt vagyunk, de igazgatói szemszögből miért hálás terep erre akár a szarvasi víziközeg, illetve milyen plusz előkészülettel egyáltalán járt el valamilyen más háttérrel a mai felkészülés? Hát igazából itt korábban érkeztünk és tartottunk egy próbát. Elég más formájú színpad, ez nagyon széles és nagyon keskeny ez a színpad, és ehhez képest kellett nekünk a lehetőségeinket igazítani a itteni terephez, és elég rég ment már ez az előadás, tehát ráfért egy ilyen gyors felújító próba, egy ilyen nagyon gyors felújító próba, mint amit most tartottunk. És ha megosztaná a nézőkkel, eddig milyen benyomásuk volt a színészeknek így a előpróba kapcsán? Mit váltott ki belőlük eddig Szarvas? Hát nem tudom, én hát szerintem mindenki ismeri Szarvas, tehát nem először van itt már bárki, bár talán van olyan, aki igen. Én speciál nem, én tudom, hogy hova jövök, ez egy gyönyörűség, és különösen ez a vízi színpad, ez egészen fantasztikus, és hát, hogy jöttek, mentek a hajók az előbb. Egyébként pedig prima jó hideg ásvány és szódavíz van itt az étteremben, és igazán kitűnő kávét főznek. Ezt már hallhattuk, hogy egy mediterrán darabot hoztak, és a mai időjárás is erről tanúskodik, hogy kánikula van. Ezen kívül mit lehet még a darab hátteréről, akár a próbákról, illetve a szereposztásról tudni? Hát azért szépen lehűl a levegő ilyenkor már, az ilyenkor már elviselhető az élet. Bár én a meleget is nagyon szeretem, én nagyon jól viselem a kánikulát, szeretem, én napimádó vagyok, én oda vagyok a verőfényért. Egyébként pedig hát a szereposztást úgy megpróbálom elmondani, megpróbálok senkit nem kihagyni, a Bánsági Ildikó, Gregor Bernadett, Tóth Augusta, Koncz Andrea, Lux Ádám, Vas György, Nagy Zoltán, a kis Patrik gyerek, aki a kisgyereket játsza, Varga Ádám, aki a legkisebb fiút játsza, nehogy kihagyjak valakit. Ja igen, és én játszom a Monte Cristót. Mióta van színpadon ez az előadás, valamint milyennek a visszajelzés, a sikere, azon kívül, hogy egy olaszos virtust testesítenek meg? Ez az első évad egyik első bemutatója volt, tehát ez egy... De ezt úgy játszottuk, hogy eljátszottuk Szentendrén nyáron, egy ottani nyári játék, és akkor ősszel bekerült
színházba is azóta folyamatosan megy. És nem csak megy, hanem nagyon jól megy, tehát az első-második évben talán az egyik legjobban látogatott előadás volt Budapesten. Voltak olyan időszakok, amikor egészen ott voltunk vele a Spitzen. És miért vannak vele a Spitzen? Véleménye szerint mitől izgalmas és komédiának eleget tevő ez a darab? Mert lehet rajta nevetni, lehet izgulni, átélhető, a néző bele tudja magát képzelni bármelyik szereplő helyébe, amelyik jól esik. Még talán egy picit pityeregni is tud rajta, és aztán a végén meg az egész előadás alatt felszabadultan lehet nevetni. És most egy vígjátéktól azt hiszem, hogy ezentúl mi más lehetne várni, és ez ebben megvan. Ha az új színházat bemutatná még a Körös TV nézőinek, hiszen most vannak itt először, mit lehet önökről tudni, illetve mi a következő napirendi téma az önök életében, Szarvas után természetesen? Azt lehet tudni rólunk, hogy mi vagyunk Budapesten, és talán az országban is az egyetlen olyan színház, amely csak magyar szerzőktől játszik előadásokat. Ez így első hallásra kuriózumnak tűnik, de hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy például Angliában van egy olyan színház, ami csak Shakespeare-eket játszik. Németországban egy olyan, ami csak Brechtet játszik. És azért se Shakespeare, se Brecht annyit nem írt, mint a magyar szerzők. Együttvéve is a magyar szerzők egyelőre még nem múlt időben vannak, hanem jelen és jövő időben is. Tehát fiatal szerzőktől is, tehát újaktól még, olyanoktól is, tán, akik még nem is írtak drámát, de majd fognak, olyanoktól is. És hát ez egy különlegessége a színháznak mindenféleképpen. És hát ez már maga egy olyan kuriózum, hogy erre mindenki fölkapja a fejét. Noha véleményem szerint nem kéne, mert ez természetes, de azt hiszem, hogy egyre természetesebb is lesz, és legyen is az. Ön mióta vezeti a színházat, illetve mit jelent ez az ön életében, ez a vezetői szerepkör? Hát ez egy jelentős változást jelent az életemben, és 2012. február 1-je óta vezetem a színházat. Ez azt jelenti, hogy 12-13, 13-14, 14-15, a negyedik évadot kezdjük most el ősszel, és hát megtanulható dolog a színház vezetés. Vannak olyan dolgok, amiket nem lehet megtanulni, és az a, hogy mondjam, a múlthoz való viszonyunk, a magyar színjátszáshoz és drámairodalomhoz való viszonyunk, hát ezeket kell, hogy legyen az emberben egy igény, tehát ezt megtanulni nem lehet. Olyan módon vagyunk körbevéve információkkal, és egyik semmi rólunk szól, magyarokról. De azért hála Istennek azt látom, hogy elég sok van, főleg így nyáron. Lovas színházak Komáromban, és még mondhatnék többet, amik tényleg ilyen magyar történelmi tematikát dolgoznak fel, és ezt én nagyon nagyra becsülöm. És a jövőt kérdezte még, hogy mi a következő. Most egy mixátot fogunk csinálni egy Tersánszki Józsi Jenőt, Noszti fiú, a mixát, Kapuk Marcia, Tersánszki. Aztán fogunk csinálni egy Szabó Dezső novellából készült vígjátékot, a Feltámadás Makucskán. Ha igaz, egy Béres Józsefről szóló, miért ne lenne igaz? Igaz, egy Béres Józsefről szóló színdarabot, és az évad végén csinálunk egy nagy szakrális előadást, a Királynő aranyból van, Stuart Máriáról szóló előadást. A nevükből adódom, meg kell, hogy kérdezzem, mitől újak, újszerűek önök a magyar színjátszásban? Már mondtam, hogy mert kizárólag magyar szerzők műveit játsszuk. Ez már elég ok arra, hogy újak legyünk. És természetesen új szerzőktől is játszunk, például a Dózsát, a monodrámát is be fogjuk mutatni Székely Jánostól, és fogunk egy mesejátékot is. Azzal kezdjük az évadot egy mesejátékkal. És ez is egy fura, hogy senki nem tudja talán, hogy Páskándi Géza írt mesejátékot is. Írt. És az a címe,
hogy a királylány bajusza, és nagyon mulatságos és szinte abszurdba hajló mese, élvezet olvasni. És hát ilyeneket vétek nem elővenni és nem megmutatni a nézőnek. Még visszareflektálva az előző gondolatára, tehát hogy a híd szemszögéből inspirált önt a szarvasi vízi színpad, most, hogy már rajta állunk, illetve az előadás előtt vagyunk, milyen darabot hoznál még szíve szerint ide a szarvasiaknak? Én nagyon szívesen lehoznám a Jókai Mortola Bolondok grófját. Az is egy különleges, ez is egy abszurd, és ezt se nagyon ismerik, és az is tökéletesen idevaló, és nagyon jó helyszín ez. Az is egy abszurd vígjáték, és újra föl lehet fedezni Jókait, ami nem csak a kőszívű ember fiai, vagy a Magyar Nábob és a Kárpáti Zoltán, hanem például a Bolondok grófja. De el tudom képzelni ugyanígy a Funtinelli boszorkányt, és itt bár ahhoz talán egy picit nem elég a színpadnak a mélysége, vagy, de biztos elférne, meg lehetne azt is csinálni, a Funtinellit. Hát az egy igen színpompás előadás lenne itt.